Ezt a tisztító és szárító üzemet adták át Dunaföldváron. A szárító 40 tonna per óra kapacitással működik. A Gof Hungary Kft. Új telepét a felépített napelemparkkal működtetik. A beruházás 2,3 milliárd forintból valósult meg, a költségek felét állami támogatásból fedezték. Nagy István agrárminiszter elmondta, a cég működése jelképezi a magyar mezőgazdaság jelenlegi helyzetét. Mint mondja, azért, hogy a gazdasági kihívásokra választ tudjunk adni, a kormány megháromszorozta a forrásokat. 2027-ig még 2900 milliárd forintunk áll rendelkezésre ahhoz, hogy beruházásokat hajtsunk végre. Ebből csupán 600 milliárd forint érkezik az Európai Unióból. 2300 milliárd nemzeti forrás. Ennyit jelent az a történelmi döntés. Mi lesz ennek a következménye? Az, hogy mindaz, amivel le voltunk maradva, azt igyekszünk e ciklus alatt bepótolni. A miniszter hozzátette, a feldolgozottság szintjét lehet növelni az új beruházásokkal. Nem szemben értékesítjük a gabonát, feldolgozzuk a terményt és azt értékesítjük. A gyors változásokra gyors választ kell adni. Erről kell, hogy szóljon a 21. század mezőgazdasága. Ki kell használnunk a termőhelyi adottságunkban rejlő kiváló lehetőségeket, adottságokat a magyar szellemi potenciállal és a gazdasági lehetőségekkel a fejlesztéssel. Mind a három adott, hiszen a termőföldünk kiváló, az egyetemi átalakulásokkal a szakembereink a legmodernebb ismeretekkel kell, hogy rendelkezzenek, és van forrás arra, hogy ezt mind a valóságba tudjuk megjeleníteni. Az agrárminiszter ismertette, megjelent egy pályázati felhívás 200 milliós kerettel, amely az élelmiszeripari pályázatokat támogatja. Újdonságról is szólt Nagy István, a támogatásokat mindig háromféle típusú gazda veheti igénybe.